Gyújtópont. Folytatódik a Gyújtópont itt a Hit Rádióban, a mikrofonnál Király Tamás, vendégünk pedig Micski Marian protokoll szakértő, aki itt is van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Arról fogunk beszélgetni, hogy a napokban megjelent egy interjú a CBS külön kiadásában, amelyet Oprah Winfrey készített Harry Herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel, méghozzá az uralkodó családdal való viszonyukról. És ebben azért ők elég jól kitálaltak, elmondták, hogy azért távoztak az udvarból, mert nagyon folytó volt a légkör, Meghan már öngyilkossági gondolatokkal küzdködött, és egyszerűen csak úgy tudták túlélni ezt a nehéz helyzetet, hogyha távoztak. És én meg azon gondolkodtam, hogy nyilván, ha megnézzük például a Korona című sorozatot, akkor ott bepillantást nyerünk abba, hogy milyen szigorú az udvari élet, de valahogy mindig az volt bennem, hogy ez régen így volt, de ma már sokat lazult a helyzet. Ez az interjú viszont mást mutat. Elképzelhető, hogy még mindig ugyanolyan szigorú a rendszer, mint régen? Így van, ha nem szigorúbban. Igen, tehát ez nem egy látszatviselkedés, ezek nem látszatszabályok, ezek több száz év óta fennálló szabályok, és egyébként nem csak a királyi család, hanem egyébként a brit arisztokrácia világában ez egyáltalán nem ritka, illetve úgymond mindennapos, ahogy ők élnek. Természetesen a királyi család, ők még hatványozottabban be kell, hogy tartsák ezeket a szokásokat. Ahogy ön is említette, ez a filmsorozat nyilván betekintést enged, és hogyha valaki az elejétől ezt figyelemmel kísérte, akkor láthatja, hogy azért akár Erzsébet királynő trónra kerülése, vagy az ezt megelőző időszakban is hasonló szabályrendszerek uralkodtak abban a közegben, mint ma. Nyilván vannak, nem is azt mondom, hogy változások, hanem talán egy kicsit megengedőbb ma már a királyi protokoll is bizonyos helyzetekben, de ez nagyon-nagyon ritka. Nagyon feszes, nagyon szabályozott, sokak számára ez egy ilyen túlszabályozott, ilyen karótnyelt viselkedésnek képzelik el. Ezt nyilván lehet szeretni, lehet nem szeretni, meg lehet a véleményünk pro és kontra. Van, aki szerencsésnek tartja magát, hogy ebbe nem kerül bele, és nem él ebben a helyzetben. Van, aki számára, aki oda születik, az nyilvánvalóan sokkal elfogadóbb, illetve sokkal természetesebb ez a közeg. Az interjú, amire ön is hivatkozik, nagyon nehéz úgy bármit is megállapítani, vagy véleményt mondani, amikor nem ismerjük mind a két félnek a véleményét. Tehát most mit hallottunk? Egyfajta véleményt, amiben én úgy gondolom, hogy nyilván vannak igazságok, vannak fájdalmak, vannak törések, de nagyon szívesen én meghallgatnám a másik oldalt is, sajnos kevesen vagyunk, akik ebben ennek birtokában vagyunk. Ami viszont ebben az interjúban érdekes az az, hogy most legalább az egyik érintett fél nyilatkozott, és hogy valójában a királyi udvar tagjai névvel és arccal nagyon-nagyon ritkán nyilatkoznak. Általában ezt a bulvár újságokban lehet visszaolvasni, udvari pletykákra szoktak ilyenkor általában hivatkozni, de hogy nagyon érdekes, hogy azért tényleg sok minden kiszivárog az udvarból. Ez egy tudatos gépezetnek a része, tehát tudatosan szivárogtatnak a sajtónak? Először is azt kell tisztázni, hogy a királyi protokoll nem engedi meg a nyilatkozatot a királyi családnak. Tehát ha megnézzük, és akár hogyha korábbra visszamenünk, akkor sem volt, hogy a királyi család bármely tagja nagyon nyilatkozgatott volna a bulvár sajtónak. Külön sajtóreferenseik vannak, akik csak olyan orgánumoknak nyilatkoznak, amelyeket a királyi intézmény, a Buckingham palota kiválaszt. Az, hogy aztán kiveszi át ezeket a híreket, az nyilvánvalóan más kérdés, de ők kimondottan nem nyilatkozhatnak. Tehát ez egy alapszabálya a királyi protokollnak. Nyilván, mivel most már nem a királyi család szűk tagjai Harry és Meghan, ezért ők most felborították, és ezzel is egy picit így neki menve ennek az intézménynek, mert hát ugye itt nagyon fontos azt megemlíteni, aki hallotta, vagy ha majd később valaki meghallgatja ezt az interjút. Én egy dologra nagyon-nagyon figyelmes lettem, ami egy picit számomra megnyugtató volt, az, hogy a hercegi pár, hát nevezzük őket még így, a hercegi pár
külön vette és nem vonta egy kalap alá magát az intézményt a királynővel. Tehát Meghan többször is, illetve Harry herceg is többször kijelenti, illetve említi, hogy a királynő mindig szeretetteljesen fordult hozzájuk, kedvelte őket, egyfajta nagymama szerepben fordult hozzájuk, mindig kedves volt Meghanhez. De ugyanakkor magával az intézménnyel, illetve az ott dolgozó hivatalnokokkal már többször meggyűlt a bajuk. Tehát itt ketté kell vonni, sajnos ugye a laikusoknak, vagy aki azt mondja, hogy a brit királyi család, illetve egyáltalán az intézmény, nyilván személyesítik ezt a királynő személyében. Ezt nagyon fontos külön választani, hogy itt igazából nem a királynőt érte a kritika, hanem magát, az intézményt. De milyen intézmény az, aminek a vezetőit nem éri a kritika, de mégiscsak a koronáról beszélünk, aminek a földi megtestesítője vagy hordozója az meg a királynő? Hát ez egy több száz éves intézmény. Most hozhatnék példát párhuzamba például az egyházzal. Tehát attól, hogy ugye a pápa személyét tisztelet, becsület, megbecsülés övezi, maga az intézményben nagyon sok probléma van. Ez ugyanaz a királyi családban. Tehát van egy 96 éves királynőnk, aki nyilvánvalóan, bár a végleges döntés, az aláírás az övé, és nyilvánvalóan tud is dolgokról, ami ezen az intézményen belül történik, de természetesen nem lehet ott mindenhol, nem minden nyilatkozatot ő néz át és cenzúráz, úgymond, arról nem is beszélve, hogy ez már régen köztudott, hogy ugye a királynő Windsorba helyezte el gyakorlatilag az életét, majdnem, hogy most már közel egy éve, tehát ő nagyon ritkán van a Buckingham palotába. Ez nem mentesíti fel, nyilván nem erről van szó, hiszen ahogy ön is mondta, egy intézmény fejének tudni kell, hogy mi történik, de ott azért több száz alkalmazottról van szó, vezetőbeosztású alkalmazottakról, akik akár miniszteri rangban is lehetnek, tehát ez egy nagyon bonyolult, összetett intézmény, aminek sajnos a tagjai, bizonyos tagjai elkövettek néhány hibát, de még egyszer mondom, nagyon nehéz úgy véleményt mondani valamiről, hogy csak az egyik oldalt hallgattuk meg. Ráadásul azt is egy érdekes dolog, hogy nyilván ez az intézmény, ez tényleg azért valamilyen szinten a brit identitásnak egy nagyon komoly része. Egyben igen, tartja a korona Angliát. És itt merül fel egyébként az a kérdés, hogy ugye Harry herceg mégiscsak kívülről hozott feleséget magának, ugye nem egy arisztokrata hölgyről van szó, hogy felülírhatják-e az egyéni érdekek azt a küldetést, ami mondjuk a származás folytán egy emberre ráruházódott? Nyilván ez is érdekes történet, hiszen a történelem ismétli önmagát. Ez megtörtént korábban is. Erzsébet királynő gyakorlatilag ennek köszönheti az uralkodását, hogy a nagybátyja hasonló okok miatt ugye egy elvált amerikai színésznőért ott hagyta a királyságot, tehát is minden lemondott, minden előri jogát, ugyanaz történik, igen, meg ma, mint akkor történt. Tehát ez nem új keletű, és nyilván lehetne ezt egy modern tündérmesének felfogni, amiből sajnos egy rémálom lett, mert nagyon szépen megmutatta azt, tehát ha megpróbáljuk ezt egy kicsit objektíven kívülről nézni, és az érzelmeinket kizárni, ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy másik kultúrából érkező ember, aki másféleképpen szocializálódik, más közegből érkezik, egy más kontinensről érkezik, az ugye kívülről azt láthatja, hogy ez egy tényleg tündérmese. Bekerülök a királyi családba, elvesz a herceg feleségül, stb. Igen, ám csak ebben a királyi családban nagyon komoly, több évszázada fennálló szabályok és hagyományok vannak. Aki egyébként ebbe születik bele, és nem csak kimondottan a királyi család berkei belül, hanem aki a brit arisztokrácia életét ismeri, nagyon közel áll egymáshoz. Na most nyilván nem tudott Meghan olyan szinten bele simulni ebbe a rendszerbe, főleg úgy, hogy Meghan életét ismerve, ugye ő mindig egy kicsit ilyen feminista, a nők szószólója, stb. Eleve volt egy ilyen indítatása, na most ő gyakorlatilag egy háttérbe szoruló, önálló döntéseket alig hozható emberré
formálódik, vagy próbálták formálni ugye a királyi családba, ami nyilván nem tetszett. De itt kultúrák összecsapásáról van szó. És még nagyon fontos megemlíteni, hogy például a Harry bátyja Vilmos és Katalin hercegnének a történetét, ha megnézzük, a hercegné mielőtt Vilmossal házasságot köt, illetve belefolyik gyakorlatilag a korona reprezentálásába, 3 évig készítik őt fel úgy, hogy Katalin egyébként egy brit arisztokrata családból származik. Harry és Meghan esetében ez kevesebb volt, mint 3 hónap. Tehát nem lehet ajtóstól menni a házba, nem lehet ebbe úgy beleugrani, hogy kívülről valaki tényleg a hollywoodi filmek nyomására, vagy látván a hollywoodi filmeket, akkor ez most így júj, de jó lesz nekem a Rivalda fénybe, és mindenféle kötelezettség nélkül. Sajnos itt Meghan elszámította magát, ezt kell mondani. Ő számította el magát, vagy ő sejtette, hogy ez lesz, csak az igaz szerelme nagyobb volt a fenntartásainál? Hát ebben a riportban is elhangzik, hogy fogalma nem volt erről. Igen, mondjuk ebben a riportban is részletezi, hogy éjszaka a Google-ről tanult a brit nemzeti himnuszt és egyebek. Igen, ő bevallja ezt egyébként, hogy gyakorlatilag semmi ilyesmire nem számított. Nyilván Amerikában a brit királyi családról nem beszélnek annyit, mint Európában, tehát ő tényleg csak a pozitív oldalát látta, maximum Diana hercegnő tragikus haláláról olvashatott, hallhatott, de egyébként, hogy a mindennapjait hogy élik a hercegek, hercegnők, erről ő nem tudott semmit. Tehát ő ezt be is vallja, hogy teljesen laikusként ugrott bele ebbe a mélyvízbe, és ez sajnos mélyebb volt, mint ahonnan ő ki tudott volna úszni. Ha már Diana hercegnőt említette ugye a mostani interjúnk során többször is, akkor hogy látja az ő negatív példája, ugye azért az egy nagyon tragikus történet volt, az mennyire lebegett ilyen véres kardként a királyi család feje felett, és mondjuk Harryék feje felett, ugye ők említették is, hogy többek között azért döntöttek így, mert nem szerették volna, hogy az a tragédia megismétlődjön. Sajnos Diana hercegnőnek a halála mindenféleképpen megrengette a királyi családnak a hát az, hogy hogyan álltak a britek is a királyi családhoz, mi volt a vélemény, tehát ott egy nagy vágás volt egyébként a brit királyi család életében, hát bele lehet menni abba, hogy ugye sajnos a királynő sem úgy és akkor reagálta, hogy kellett volna. És nyilvánvalóan ugye a hercegek életében egyrészt az édesanyjuk elvesztése, az minden esetben egy nagy tragédia, de ráadásul ők nagyon kicsik voltak, főleg Harry herceg, aki el is mondja több interjújában, hogy az egész életét végig kísérte, és fogja kísérni az édesanyja tragikus halála. Nem szeretnék abba belemenni, hogy most ez mennyire volt előre predesztinálható Diana-nak a halála, de annyit elárulok, hogy teljes mértékben. Tehát egyszerűen ez egy annyira megírt életút volt, hogy egyszerűen sajnos nem végződhetett másképp. Ugye nála is az volt a probléma, túl közel engedte magához a sajtót, és amikor már úgy gondolta, hogy sok, akkor ő akarta szabályozni, hogy mikor igen és mikor nem. Ez nem így működik sajnos, nem csak a királyi család esetében, hanem bármilyen celeb történetet vagy hírességnek a történetét megnézzük. Olyan nincsen, hogy egyszer, amikor én akarom, közel engedek magamhoz valakit, egyébként meg én döntöm el, hogy mikor és kinek és hol nyilatkozom. Sajnos ez nem nagyon így működik. De nyilvánvalóan az egész életét végig fogja Harrynek kísérni. Valószínűleg egy pszichológus megmondhatná azt, hogy ez milyen hatással lehet egy fiatal gyermekre és az életet további részére. De én úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy nem szeretnék, hogy megtörténjen ez újból ez a tragédia, most már nekik a saját életüket kell élni, és vállalni kell a felelősséget azért, amit tesznek, amit tettek, és amit a jövőben tenni fognak, és ehhez viszont már semmi köze nincsen Diana hercegnőnek. Említette, hogy egy pszichológus tud erre válaszolni, a következő vendégünk egyébként majd egy pszichológus lesz, dr. Kis Gyöngyi ebben a témában, de egy utolsó kérdést engedjen meg, még tényleg tudják ők élni az életüket úgymond civilként mostantól? Nem.
ők soha nem lesznek civil házaspár és család. Nyilván azt lehet mondani, hogy a életüket végig fogja kísérni a médiának a figyelme. Az megint rajtuk múlik, hogy ezt hogyan kezelik. Tehát most ők azért jöttek el, mert a média bántása és az brit királyi család, mint intézménynek a bántása, illetve az állítólagos nem befogadásuk miatt. Hát most kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire tudják ők élni, vagy mennyire szeretnék valóban civilként élni az életüket. Ez ugye nem fog nyilván sikerülni, de én a legjobbakat kívánom nekik, és nagyon bízom benne, hogy meg fogják találni a boldogságukat, a nyugalmukat, anélkül, hogy ez a háború, ami most a királyi család és köztük zajlik, ez minél hamarabb vége lesz, hiszen ne felejtsük el, hogy itt nagyszülők, unokák, unokatestvérek, testvérek, szülők-gyerek kapcsolatok vannak, amiket én úgy gondolom, hogy nem szabad feláldozni, még annak az árán se, hogy mert ők a királyi családhoz tartoznak, tehát nekik rendezni kell ezeket a sorokat, és kívánom nekik, hogy ez sikerüljön is. Micski Marian, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm.